Beszéljünk a fitráról. A fitra az a kódoltság. Nem én kódolom magamat, a kódokat kapom a születésemmel, sőt előtte. Mikor? Allazi ahsana kulla shay'in khalquhu wa bada khalqal insan min tinin. Aki mindent a legjobbnak teremtett, Allah, hozzákezdett az ember teremtéséhez az agyagból. Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Majd megteremtette leszármazottait egy csepp lenézett vízből, ez a sperma. Summa sawahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakum as-sam'a wal absar wal af'ida qalilan ma tashkurun. Majd alakra formálta azt, és belelehelt az ő lelkéből, megtette számotokra a hallást, látást és az érző, értő szíveket. Kevés az, mit megköszöntök. Íme a fázisok a megtermékenyítés után, ugye ebből az agyagból, a porból ember lesz, de mikor? Egy bizonyos fázis után, amikor Allah subhanahu wa ta'ala az ő lelkéből belelehel ebbe a magzatba, és ettől kezdve számít lélekkel rendelkező lénynek. Ezt a tudósaink a megtermékenyítés utáni negyedik hónapra teszik, tehát az előtt, úgymond az abortusz lehetséges, az után már lélekkel rendelkező lény a magzat, és az abortusz már nem lehetséges. Na most persze, most nem beszélek a vészhelyzetekről és egyéb emergencikről. Ez a fitra. Mert azzal a belelehelléssel az Isten a saját attribútumaiból ad át neked ezek a kódok. Ugye tudjuk, Istennek van 99 neve, ugye a megbocsájtó, a kegyelmes, az irgalmas, a bölcs, ez 99 különböző tulajdonság, ezekből kapsz. A születésed után bármilyen környezetbe is kerülsz, érezni fogod, hogy mi a jó és mi a rossz. Akkor is, hogyha nem tanítanak meg rá. Valahol mindig tudod. Ezek a kódok, amik mindig működnek benned. És rajtad múlik, hogy milyen erősséggel hívod elő ezeket a kódokat. Elhanyagolod, és visszamész az állati egzisztenzbe, a létbe, vagy pedig foglalkozol vele, fejlődsz a spirituális útján, és a számodra legerőteljesebb kódokat továbbfejleszted magadba, és tudatos emberré leszel. Tudatos emberré, mert van sajnos sok tudattalan is. Ez a doma. Azért mondom ilyen durván, mert ahhoz, hogy az ember ezt mind megtegye önmagával, egy környezet szükséges, ami adott, és ami lehetőséget biztosít arra, hogy ezekből a kódokból te tovább tudj lépni. Azonban én voltam Afrikában, voltam háborúban, voltam mindenhol, és tudom jól azt, hogyha nagy az éhínség, nagy a szükség, akkor kód ide, kód oda, az emberek állatok. Állatok, és egyszerűen a megélhetésük, az ösztöneik sokkal erősebben motiválják a cselekedeteiket, mint gondolataik, és az, hogy erre vagy arra gondol, akkor teljesen mindegy, hogy iszlám, vagy nem iszlám, vagy ateiz, vagy bármilyen vallás, nem érdekes ez. Életben kell maradni. És a kódok nem tudnak előjönni. Egy pillanat alatt lehet az emberből állatot csinálni, higgyétek el, tudom, láttam. De nagyon nehéz az állatból újból embert formálni, Darwin szerint is több ezer év, ugye? Egy háború után nagyon nehéz újjá formálni a gondolkodást egy csapás után, de meg kell tenni, és ez rajtunk múlik. Ez a egyik véglet. A másik véglet a túlságosan nagy jólét. Ha valaki nagy jólétbe él, az se törődik sokat ideológiával. Az a saját élve, és szintén ösztönlényi válik. Valahol a kettő között van az az állapot, amikor az ember a saját lelkével és a kódjaival, tehát a fitrával érdemben foglalkozik.
tanítás ebből az, hogy sors ide, sors oda, próbáljunk meg középuton járni, életvitelszerűen is, és a fitrából a kódokat hívjuk le, hívjuk elő, és cselekedjünk azoknak a sugallataknak a hatására, amelyeket a kódok diktálnak. Ez sokkal bölcsebb annál, mint amit az ember mond. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.